Megmutatjuk, milyen a színpadon a hattyúktava, és az előadás egyik karmestere is mesél Csajkovszki zenéjéről. Láthatják a zenekar portugál turnéját és az Eiffel Műhelyházban adott koncertjét, valamint azt is, hogyan vezeti be Zavaros Eszter az opera világában Nacsa Olivért és párját. Üdvözlöm Önöket, ez az Opera Café, a Magyar Állami Operaház magazin műsora. Gyüdi Melitta vagyok. Kezdjünk! Together we are making something special to each other. The special work, I don't know. What you give a lot of emotions. What I can give them really is to uncover of what they have already, what is already here, and help them to realize that they are a wonderful orchestra. Egyébként is szenvedélyes emberek vagyunk, úgyhogy tulajdonképpen a mi életünkhez nagyon passzol a Carmen. A színpad már teljes díszletben, a zenekar az árokban, a táncosok jelmezben. Mindenki készül a hattyúk tavára, amelynek próbáin stábunk is forgatott. Megmutatjuk Önöknek, hogy mutat Csajkovszki mesebalettje az Operaház színpadán. A hófehér tütűben táncoló hattyúk a klasszikus táncművészet jelképévé váltak. Kevés az olyan balett darab, amely a mainstream kultúrába úgy beitta magát, hogy a táncművészetben kevésbé jártasok is azonnal ráismernek a dallamaira. Hattyúk tavasz zenekaros próbáján vagyunk. A cselekmény onnan indul, hogy egy fiatal hercegnek menyasszonyt kell választania, ám ő Odettel találkozik, az elátkozott lánnyal, aki testvéreivel együtt napközben hattyúként kell éljen, amíg az igaz szerelem rá nem talál. A való életben házaspárt alkotó két kiváló művész és principál Tanikpájeva Alia és Timofejev Dimitri számára ez egy különleges alkalom. Of course, I think it gives a chemistry, you know, in the pas de deux for the audience. It's more clearly they see the, you know, relationship between. We are really, really happy to make this ballet together, because I don't know, I know him, he knows me. If I'm somewhere it's not on the leg, or he can help me a lot. It's nice to dance together. A verejték mutatja, a koreográfiában minden feladat igen bonyolult. A művészek a jeleneteik előtt előgyakorolják mozdulataikat. Megpróbáljunk letvenni egy picit a koreográfiát színpadra lépés előtt, hogy egyrészt, hogy jobban bele szellemüljünk a hattyú szerepébe, másrészt meg bemelegítés céljából. A hattyú és a herceg szerelméhez a lányokat elátkozó varázsló Rodbart és saját lánya Odil is hozzászól, utóbbi fekete hattyúként Odett arcát öltve fel jelenik meg Siegfried herceg előtt. A szünetekben Solymosi Tamás igazgató is észrevételez, oldalán a társulatban nemrég még kizárólag ballerinaként közreműködő Balaban Krisztinával. I danced before and some friends, let's say colleagues, they were coming to me to give advice, some correction to make better on the stage, and I always liked this, so when Tamás offered me to continue as a ballet master, I was so happy. Én most csak elküldöm ezt a falat. Fölfele, mint Dani, erre felé! Én most csak ezt elküldöm, aztán a következő felvonási falakkal meg kicseréljük őket, azokkal mindjárt jönnek le az égből hozzá. A kastélypark az erdei tó melletti tisztás így alakul át például a Herceg bál termévé, melyben különböző nemzetiségű, férjet kereső lányok és Odil is megjelenik apjával, Rodbarttal.
A női főszereppel játszása szakmailag a legnagyobb kihívás, például azért, mert Odette és Odile eltérő karaktereit ugyanaz a táncos formálja meg. A herceget és a hattyút alakító művész házaspár építkezik az egymás iránti érzéseiből. I think it's really tricky because with when I dance with my love, you know, I know her, she know me, and in one point it's very good. I know what to expect and I know how to make fast of the work, you know, and how to agree. So, but we still need to be really careful, you know, and respect each other, because I know there's so many like couples, you know, married couples, when they dance, they can fight really strong. It's about respect. Think also for him, because he also on stage and he has also own job. Together, we are making something special to each other. Just special work, I don't know. But you give a lot of emotions. A zene, a cselekmény és a koreográfia mára a világ egyik legnépszerűbb balettjévé tette a Hattyúktavát, amelynek Budapesten is hatalmas a sikere. De vajon mi ösztönözte Csajkovszkit arra, hogy megírja ezt a csodálatos zenét? És mi adta a történet alapját? A Hattyúktava világ egyik legismertebb balettje, Csajkovszki első balettműve, amely felkérésre készült még az 1800-as évek végén. A Moszkvai Nagy Színház akkori igazgatója Vlagyimir Begicsev kereste meg a népszerű Csajkovszkit, hogy szerezzen zenét az orosz népmese alapján írt történetre, amelyben egy gonosz varázsló fiatal lányokat madárrá változtat. A mű nem maradt érintetlenül az orosz népzenétől, de a mesevonalat is tovább vitte a zeneszerző. Később például két további balettjében, a Csipke Rózsikában és a Diótörőben is. Mert úgy gondolta, hogy a balett tökéletesen kifejezi a mesékben megjelenő hangulatokat és érzelmeket. A darab az 1877-es ősbemutatón megbukott. A premier előadás alkotói egyszerűen nem értek fel Csajkovszki zsenialitásához. 16 évvel később a kísérletezésre hajlamos francia koreográfus Marius Petipa és az orosz táncos Lev Ivanov készített a darabhoz egy teljesen új koreográfiát. Ez pedig annyira harmonikusan illeszkedett Csajkovszki zenéjéhez, hogy azóta is ez adja az alapot a világ majdnem összes előadásához. Köztük az opera színpadán látható Rudi van Danzig és Tour van Sijk 1988-as átdolgozásához is. Láttuk a színpadon, ismerjük a mesét. Jöjjön most Csajkovszki zenéje, amelyről a zenekari művészek és a produkció egyik karmestere David Coleman mesélnek részletesen. I come with a lot of experience of different orchestras in different countries, in big opera houses. What I can give them really is to uncover of what they have already, what is already here, and help them to realize that they are a wonderful orchestra. David Coleman világhírű karmester próbáin az opera zenekar művészei aprólékos tökéletesítést végeznek a Hattyúktava hangzásán. Ha karmester egyszer ad valami ötletet, akkor különbség nagyon pici, de eredmény nagyon nagyot változik. Na
nagyon élő, nagyon színes játékmód, de ugyanakkor nagyon laza is minden, és nagyon természetes, ki vannak húzva a határok, tehát mind a minimum, mind a maximum irányába. Everything is in the detail. Don't rush there. Just before the cadence plays out. Az orosz zene az akkor tud megszólalni nagyon hitelesen, attól az egy-két apró hangsúlytól, vagy dallamvezetéstől, vagy időkivárástól, ami szükségeltetik, és ő ezt fantasztikusan érzi. David Coleman karmester szinte az összes jelentős brit zenekarral, világszerte vezető operaházi és koncertzenekarral fellépett már. Opera, szimfonikus, kamara és kóruskoncertek, klasszikus és modern balettprodukciók alkotják széles repertoárját, melynek a Hattyúk tava is a része. The best thing I can give them is to listen very carefully and give them my opinion, to ask them to do some different colors and different sounds, to play the rhythm more precise. And then the second thing is to try to help them understand when the sound changes and why it changes. She's thinking of this black swan. She's different maybe today. Ooh, I don't know, but I want it. Legyen akár a fekete vagy a fehér, egy zenei vezérgondolat, úgynevezett leitmotív, közel azonos variációit használta. It's all the way through Swan Lake. The leitmotif is so important, and he begins with the leitmotif of the swan. Every page, more or less, it's somewhere. Ezek árnyalására a karmester különleges zenei készültséget vár a zenekartól. I like to prepare the orchestra so that I have a choice in the performance. So I prepare them with the general idea of but they don't know exactly how much is the rallentando, because I don't know until the performance. I see the dancer, and so I respond very much to the moment, and the public, of course, too. As a conductor, I think the preparation takes many hundred hours, because you can never read enough, or listen enough, or think enough. Just think about it. A Hattyúk tavát még áprilisban is láthatják az Operaház színpadán. A balettel kapcsolatos részletekről a következő adásainkban folyamatosan beszámolunk. Most pedig következzen rövid hírrovatunk. Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök állami kitüntetéseket adományozott, amelyeket az Országházban és a Pesti Vigadóban adtak át a kulturális élet jeles képviselőinek, köztük az opera művészeinek és munkatársainak. Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Szikora János Jászai Mari és Nádasdi Kálmán díjas rendező. Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Kisdomonkos Judit csellóművész és Csiki Gábor, a Magyar Állami Operaház énekkarának karigazgatója. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Kekaló Júri és Pap Adrien balettművészek, valamint Szemerédi Károly operaénekes. Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Hartenstein István zenekari művész, Köszegi Katalin balettmester és Sós Emese, a Magyar Állami Operaház művészeti főtitkára. Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Gyüdi Melitta, a Magyar Állami Operaház protokoll főnöke, az Opera Café műsorvezetője, Karcag Márton emléktárvezető, Kohári István balettmester, tánckari művész,
és Szegő András, címzetes magántáncos. Magyarország érdemes művészdíjban részesült Molnár Levente Liszt Ferenc díjas operaénekes, Harangozó Gyula díjban részesült Apáti Bence balettművész, Liszt Ferenc díjat kapott Kesszei Bori operaénekes. Ugyancsak idén vett át az elismerést Harazdi Miklós zongora kísérő, a Magyar Állami Operaház korábbi munkatársa, aki tavaly részesült a kitüntetésben. Gratulálunk a díjazottaknak! Magyarország legrégebbi és legnagyobb szimfonikus együttese a Magyar Állami Operaház zenekara több száz opera és balett előadásban vesz részt egy évad során, de a kiváló zenészek hangversenyeket is adnak. Március elején például Portugáliában turnéztak, ahol két város koncerttermében adtak elő, mégpedig ugyanazt a műsort, amelyről önök is mindjárt részletesebben hallhatnak a következő riportunkban. Játékukat itthon és külföldön is óriási elismerés övezte, ez pedig nem csak a teltházban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy közönségük állva tapsolta őket. Mielőtt a zenekar Portugáliába látogatott volna, itt Budapesten is koncertet adtak, mégpedig azokkal a művészekkel, akikkel később Európa legnyugatibb országában is zenéltek. A portugál Nuno Corte Real karmesterrel és António Rosado zongoraművésszel Mozart G-moll szimfóniáját és Beethoven S-dur zongoraversenyét adták elő az Eiffel Műhelyházban. Egy jól ismert sláger szimfónia. Egy robosztusabb, virtuozitást igénylő zongoraverseny. És egy magyar zenét imádó lisszaboni zeneszerző karmester. Az opera műsorán márciusban szerepelt az Egy este Mozarttal és Beethovennel című multikulturális portugál és magyar művészek koprodukciójaként létrejött koncert. Az Eiffel Műhely ház Bánfi termében világhíres népszerű művek csendültek fel, mint például Mozart G-moll szimfóniája. Múltkor például felhívtam egy telefonos ügyfélszolgálatot, és ez szólt alatta. Tehát ezt tényleg mindenki ismeri. Azon, aki szúrja, hogyha egy nem oda élő hang van. A Magyar Állami Operaház zenekara a klasszika és a kora romantika időszakában megszokott játékstílushoz igazította a hangzását a mindössze két órás beálló próbán. Nincsen arra idő, hogy egy 3,5-4 vagy 5 órás operát az ember órákig azzal vesződjön, hogy most akkor itt a karmester azt inti, én meg ezt játszom. Egyszerűen muszáj egymásra hangulódni. Since we have this flexibility, natural because of years of opera practice, we have more time to find a beautiful sound together. Én úgy gondolom, hogy a szólamvezetők kamaráznak egymással, és a szólam többi tagja pedig követi a szólamvezetőt. És a körülöttem lévő fafós szólamokat kell nagyon vinni. A portugál zongoraművész már a beálló próbán is hevülettel játszott az opera világszínvonalú koncert zongoráján, a lisszaboni karmester közben elemezte a műveket. I'm very much into the style, so in such a short time, so I think the orchestra is very open to this and is very fast. Mozart is really very difficult to play because it's really crystal music. It's like a crystal palace. Everything is transparent, you know. Beethoven is a little bit like that. The main thing in Beethoven for me here
It's this amazing power of freedom that he gives us. A karmester Fernando Pessoa Rézsútos eső című verse alapján komponált dalának előadására is jut még idő. I have been always in love by Pessoa work. It's very musical poem because it starts like the conductor gives the gesture with the baton and the music starts languid. A klasszikus művek és a kortárs portugál dallamok elegyével egy emlékezetes teltházas koncerten szórakoztathatta az opera zenekara a szimfonikus zenerajongókat. Az Operaház egyik legszebb páholyából nézte meg a Carment világhírű rendezésben Nacsa Olivér és párja Tripolszky Anna, mégpedig úgy, hogy az Eszter bevezett stábja végigkövette őket. Zavaros Eszter online műsorának célja, hogy vendégeit bevezesse az opera és a balett világába. Mutatjuk a forgatás részleteit. Ez az Eszter bevezet. Tudjátok, az opera élvezet. Nagy a készülődés az Opera Proscenium páholyában. Ide várja vendégeit Zavaros Eszter opera énekes műsorvezető. Ma Nacsa Olivér és a csodálatos barátnője Tripolszky Anna a vendégeim, és Georges Bizet Carmen című előadását nézik meg. Ez volt azon ritka egyik megkeresések egyik, amikor tényleg egy pillanatig nem gondolkodtunk, hanem egyértelmű volt, hogy a legnagyobb örömmel jövünk. És egyébként már napok óta ebben a lázban égek, hogy most akkor visszarepülünk a 19. század végére, és hogy bár modern elemek is feltételezem, hogy lesznek, de olyan jó lesz ez az időutazás. Kötetlen beszélgetések vannak. És ez most már a harmadik adás alkalmával is így van. Bár az opera az nyilván egy nagyon komoly műfaj, de közben meg kell, hogy legyen az a lazasága. Ugye erről lazán, könnyedén, akár humorral tűzdelve, mert a Nacsa Olivérekkel egy nagyon jó, nagyon humoros beszélgetése volt, ez ilyen tudja lenni. Ünnepélyes az a mai este, jól érzem, bántatok? Én úgy döntöttem, hogy én Kármán után szabadon, igen. Hát ilyen kis tüzes A pár gyakran jár együtt színházba, a kultúra a közös életük része is, és az opera műfaját különösen szeretik. Ha beszélgetnétek, az is. Igen. Köszönöm. Ramón Vargas kiváló operaénekes mondta, hogy a zene az annyira része az életünknek. Hát zene szól az ünnepségen, zene szól az esküvőn, zene szól a temetésen. Szóval egyszerűen a zene mindenhol ott van, és aki esetleg bátortalan, vagy aki nem érti, fél attól, azért nem mer bejönni még az operában, vagy fél nem ért egy-egy történetet. A zenét azt nem kell érteni, a zenét azt át kell élni, a zenét azt érezni kell. És aztán a történet megértése szerintem az már majd egy következő lépés, és ezt fel lehet nagyon szépen építeni. Nyitottak és kíváncsiak, így Calixto Biaito modern Carmen rendezését nagyon izgatottan várták. Azt várom a ma esti operától, a Carmentől, hogy az a szenvedély, az engem magammal vigyen. Tehát én vagyok most egy folyamatban, az zajlik a hetem, és akkor ez tulajdonképpen teljesen kizökkent, és egy más világba repít engem. Úgyhogy én ezt nagyon várom ma este. Egyébként is szenvedélyes emberek vagyunk, úgyhogy tulajdonképpen a mi életünkhez nagyon passzol a Carmen. A műsor új évada Feke Pállal és párjával Mészáros Nórával indult, akik a bohém életet nézték meg. Majd Berkesi Judit és édesapja Berkesi Gábor jöttek az operába, mégpedig az Otellóra. Az online beszélgetés műsorban kiderül, hogy a vendégek milyen várakozásokkal érkeznek, majd milyen tapasztalatokkal és élményekkel távoznak a művek és a színrevitel kapcsán. Az élményeikre vagyok kíváncsi, a gondolataikra, az érzéseikre, meg arra, hogy tetszik nekik a Carmen modern köntösbe bújtatva. Az Eszter bevezet új részét hamarosan önök is láthatják az opera közösségi oldalain. Tripolszky Annával, Nacsa Olivérrel és a Carmennel a főszerepben.
Ez volt mára az Opera Café. Köszönöm, hogy minket választottak. Ne feledjék, riportjainkat online is visszanézhetik, de jöjjenek operába, mert élőben az igazi. Jövő héten színpadon a Hattyúktava, a Hunyadi László és zenekari koncerttel is várjuk Önöket. De néhány nap múlva bejelentjük a következő évad programját is. Jövő heti adásunkban elmondjuk azt is, mivel várjuk Önöket a 2023-24-es szezonban. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!